Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt ház, mi a valóság vidéken? Itt ülve a parlamentben, a parlament pacsorai között számtalan ötletet hallottam, és számtalan lehetőséget, és számtalan kérdés vetődött fel. Kormány oldalról létezik egy rózsaszín valóság a magyar vidéken, ahol minden rendben, már csak az kell, hogy a magyar emberek a saját házaikban, a saját telkéken gazdálkodjanak, és a fiatalok számára ott van a csodálatos falusi csok. Most le kell jönni vidékre, és meg kell nézni, hogy mi is a valóság vidéken. Hogy ez nem így van, nem így működik. Én körbejártam, megkérdeztem az embereket, számtalan emberrel elbeszélgettem, hogy miért nem művelik a kertjeiket. Miért fű van a termények helyett? Miért nem vetemény van? Miért díszfa van? Elmondták az emberek, hogy miért nem. Ez nem most indult. Ez 1990 után indult, amikor Magyarországot kiárosították a nyugati multi nagytőkének. Létrehozták azokat az iparvárosokat, ahová beutaznak az emberek vidékről, azokat a multiközpontokat, amik munkahelyet adnak. Mit is csinál egy fiatal vidéken, vagy egy átlag ember? Megpróbál jól keresni. Hol tud jól keresni? Ha elmegy egy olyan munkahelyre, ahol elfogadható bért kap, nem tisztességeset, csak elfogadhatót. Ugyanis ha több mint 200 ezer forintot akar keresni nettóba, akkor fel kell ülni egy munkásjáratra, lévén szó férfiról vagy nőről bár, és el kell utazni egy multihoz, hogy dolgozni tudjon. Kereshet akár 300 ezer forintot, sőt folyamatos műszakot vállalva, akár közel 400-at is. Viszont a helyben marad, akkor marad neki egy olyan nyomorbér, amiből megélni nem lehet. Azok maradnak helyben, akinek nincs más lehetősége, beteg hozzátartozó, tápol, csak így tudja megoldani a család életét. Nézzük meg egy ilyen embernek az életét, aki bevállalja a multivilágot. Ezek az emberek több órát utaznak egy nap, hogy odaérjenek. Kell 4 óra 30 perckor, de valaki fél 4-kor, felül egy munkásjáratra, elmegy a céghez dolgozni, ledolgozza a munkaidejét, és 4 óra fél 5-kor otthon van. Ezek az emberek legtöbbször több mint 12 órát töltenek távol a családjuktól, sétálás beleértve, amíg hazaér, és ennyi munkaidő után őnekik elmondták, se idejük, se kedvük, nincsen ahhoz, hogy még kimenjenek a kertbe és csináljanak valamit. Kérem, a magyar vidék az így veszik el szép lassan. Aki tud, közelebb húzódik az ipari központokhoz, föladva valamikor a vidéki létet, elveszítve azt a szaktudást, ami a jószágtartáshoz kell, ami a kertműveléshez kell, és maradnak a lehúzott redőnyű eladó ingatlanok, vagy, amiről beszéltem az elején, a befésített kertek. Mindig azt mondják, hogy javasoljunk megoldást. Tudunk javasolni megoldást. Létezett valamikor egy működő Magyarország, amit a Fidesz 2010 után megígért, hogy újra visszahozza, hogy az embereknek elérhető távolságon belül lesznek a munkahelyek. Nem napi 1-2 óra odautazásra és vissza, elérhető távolságra. Bárkit megkérdeztem, mindenki azt mondta, ez azt jelenteni, hogy 30 kilométeren belül, 30 kilométeren belül tisztességes munkahelyhez jutok. Egy fiatal úgy tudna családot vállalni, családot alapítani, hogyha nem három műszakban egy ipari multihoz jár, 60 vagy 90 kilométer, úgyhogy a párjával nem is találkozik, hanem a közelbe, akár kerékpárral hazaér. Úgy lehet a gyerekekkel foglalkozni, lehet a ház körül tenni-venni, újraindulhat a ház körüli termelés, és újraélhet a magyar vidék. Amíg az önök kormánya a stratégiai megállapodásokkal az ipari multikat szolgálja ki, az értékes vidéki magyar munkaerősít és városit is egyszerű ipari robottá degradálja, addig ebben az országban nem lesz változás. Addig a magyar vidék haldokolni fog, és a magyar vidék nem fog újraéledni. Nem vállalnak a fiatalok gyerekeket, nem épülnek új házak, és hiába mondják a falusi csokot, el kell menni azokhoz, akik felvették. Akik felvették a falusi csokot, aminek az összege 10 millió forint, nem tudták legtöbben befejezni az ingatlanokat, ők is bajba lesznek. Ő rajtuk mindenképp segíteni kell, és akkor tudnának segíteni, ha jelenlegi válság után egy olyan gazdaságpolitika következne, ahol a magyar vidéken 30 kilométerenként elérhető távolságra munkahelyek lennének, így megmaradna a magyar vidék, megmaradna Magyarország, fejlődhetnénk és gyarapodhatnánk. Köszönöm szépen!